Start, elindult a 2200 méteres Tata remetességi handicap mezőnye, és Predator az, aki később egy kicsit gyengében kapott lábra, tehát ez ekkora hosszú távú verseny, ez bőven belefér. Purple Princess viszont erősen pulózik, megpróbálja Nagy Tamás befogni Linácska mögé, ez félig meddig sikerül is. Hát ő pulózik legjobban, de Predator is erősen pulózik, és most már ott van a közép mezőnyben, Bizottság is egy picit még fönt a feje, a mezőny végén Voodoo Master könnyen jól lovagolható, a mezőny végére tette be őt lovasa, egy kör van még hátra a versenyből, és most már ére röbög Purple Princess Nagy Tamással, és egyértelműen tud gyorsítani, nem biztos, hogy akar ő ennyire gyorsan menni, de eléggé púrulzik a sárga kanc, így aztán az előnye most már 4-5 hosszasra nőtt, mögötte Linácska, aztán jön Bizottság és Esti Kornél, a mezőny végéről Voodoo Master megkezdte a zárkózást, I got a feeling, és Bakos Gábor csúszott vissza a mezőny végére. A lovag a túlsó oldalon járnak, 1400 méter van még hátra a versenyben, és Purple Princess továbbra is nagyon meggyőző. Kérdés, hogy ezt a tempót lehet tartani még 1300 méteren keresztül. Purple Princess kis súlyával vezet, előnye 5-6 hosszra tehető Linácskával szemben, Linácska mellett Voodoo Master színét látom, majd jön Predator mellett Esti Kornél, és nagyon erősen kiszakadva I get a feeling színét látom, neki innen már nagyon nehéz dolga lesz a zárkózással. 900 méter van hátra a versenyből, Purple Princess még mindig az élen. Purple Princess előnye nem csökken, de még mindig nagyon sok van hátra a versenyből. Voodoo Master azonban a nagy favorit, azon már ott van a második pozícióban. Predator is szépen zárkózik, Linácska csúszik visszafele, Esti Kornét is már lovagolni kell. Jönnek a lovak a kanyarba, még mint egy jó 500 méter van hátra a versenyből, Purple Princess még mindig az élen. Purple Princess vezet, mögötte Voodoo Master. Purple Princess nagyon erős, Purple Princessnek még egy jó 400 méterre van hátra, de az előnye nem akar csökkenni, és esetleg utolérik, akkor sincs nagy gond, hiszen nagyon hátul a többiek. Voodoo Master a második helyen, de Voodoo Master is már lovagolni kell. 300 méter van még hátra a futamból. Purple Princess Nagy Tamásra továbbra is őrzi előnyét. Purple Princess vezet, Voodoo Master támadja. Purple Princess elszórja a teljes mezőny. Purple Princess szanaszét szórja az egész társaságot. Voodoo Master ugyan jön rá a végén, de Purple Princess nem lehet megverni 2200 méteres távon. Purple Princess és Nagy Tamás fog győzni. Purple Princess fog győzni. Voodoo Master mögötte a második, és messzi-messzi harmadik helyen jönnek be Linácska, illetve Bizottság, köztük célfotó fog dönteni, hogy ki lesz majd a végén a harmadik.